Sziasztok, most remélem veszi a hangomat a videó. Ez egy action használati útmutató videó, amivel megmutatom, hogy nagyjából én mit, hogy szoktam használni. Ugye, megnyitod. Jó, most nekem már meg van nyitva, csak majd kérték, hogy mutassam meg. Ezt szoktam ugye használni az ilyen beszélgetős videókhoz. Ezt a gameset, meg game application a játékhoz. Avira van beállítva, 1080p, 60 fps, és itt ugye beállítod a Record System Sound, és a mikrofon az legyen bekapcsolva, mert én is hülyén néztem, hogy miért nem veszi hangomat, és itt be kell állítani Always Record. Tudsz vele hangot felvenni, de szerintem fölösleges, tudsz időzíteni, hogy mennyi időt akarsz felvenni, és tudsz screenshotot csinálni. Nem is tudom, milyen screenshot. Elég jó minőségű. Itt, amit beszoktam állítani, ugye nem tudom, hogy ez eredeti szerintem, de ezért itt mindent kivettem. Nekem ne update, mondjuk lehet, hogy egy update-et benyomok. Itt azért nagyon semmit nem kell állítani, itt kell webcamot állítani, hogyha akarod, hogy saját magadat is vegye. Itt be tudod állítani, hogy a System Sounds, a mikrofon, és hogy milyen ballasztban legyen, hogy melyiket hallatsz, vagy melyik hallatszódjon jobban. Én általában azt akkor szoktam 50-50-re állítani, amikor beszélek Skype-on a Alexal, és akkor azért sokkal jobb, hogy őt ugyanúgy hallani, mint engem. Itt ugye el tudod helyezni ezt a kis szart, ez semmit, meg be tudod állítani a gombokat. Itt valami olyan problémát mondott nekem, akivel beszélek, hogy felgyorsítja a beszédet és a vidét. Akkor egy ötletem lenne, hogy nézd meg itt, hogy ezt is felgyorsítja. Hogy vagy... Na, jó van, ez kicsit bebugolt. Nem lehet, bebugzik. Na, szóval szerintem nézd meg, hogy ez a videó jó-e, és ha nem, akkor szerintem töröld le a picsába. Vagy lehet, hogy itt valamit elállítottál. Szerintem töröld le és rakd fel újra. Azt szerintem segíteni fog rajta. Nem tudom, hogy FPS, vagy mit állítottál el rajta. Szerintem nézd meg. És hogyha ezt itt fölgyorsítja, akkor a action-nel van valami. Hogyha meg YouTube-ra fölrakod és fölgyorsítja a hangot, meg minden, akkor a Vegas Pro-val lesz bajod. És ha a Vegas Pro-val van bajod, az gáz. Akkor meg szerintem szedd le a Premiere Pro-t. Tök könnyen meg lehet csinálni, hogy eredeti legyen. Nekem ez egy eredeti Premiere Pro. Nem kért kódot, meg semmi. Csak tűzfalba le kell tiltani, hogy ne kommunikáljon az internettel. És működik. Az összes Adobe termék így működik. Na szóval ennyi lenne ez a videó, sziasztok!